A nemzetközileg is jól ismert baptista központi énekkar már évek óta a nyaralási időszakban sem mond nemet, ha fellépésre invitálják. Idén nyáron többek között újból meghívást kaptak a Művészetek Völgyébe Kapolcsra, július utolsó vasárnapjára. Ezt megelőzően pedig a Balatonszárszói református gyülekezet templomában adtak koncertet Mendelssohn műveiből. Mendelssohn 1809-ben született, tehát pont 210 éve, tehát egyfajta évfordulója van ebben az esztendőben, és nekünk protestánsoknak különösen kiemelkedő jelentőségű zeneszerző, mert hiszen tudjuk, hogy evangélikusnak keresztelték meg a szülei, azt is tudjuk, hogy az ő nagyapja az egy zsidó filozófus volt, Mózes Mendelssohn. Ez a két dolog nem választható el, hiszen ez a fajta genetikai örökség átjárta az egész életét, és rengeteg ószövetségi tárgyú művet, illetve zsoltárt zenésített meg. Természetesen van azért új szövetségi is, meg hát vannak a kísérőzenéi, meg az operái. Na most Mendelssohn ízig-vérig komoly protestáns hívő ember volt, tehát neki a dallamok tényleg azt formálják meg, vagy azt tükrözik, amiről a szövegek szóltak. Gyönyörűek. Egyik szebb, mint a másik, és mindegyikben ott van az a mély, meggyőződéses hit az Úristen felé. Külön köszönet azért, hogy ilyen sokan eljöttek és meglátogatták az Isten házát. Ilyen sokan voltak kíváncsiak erre a koncertre. Nagy öröm számunkra az, amikor valóban az Úr Jézus Krisztusban együtt lehetünk. Én ezt bizonyosságképpen mondhatom, hogy itt a Balaton partján ezt meg is éljük. Rendszeresen találkozunk, keresztény felekezetek különböző alkalmakat tartanak, és én nagyon szeretettel szeretném megköszönni Hegyi András lelkipásztor testvéremnek, akit az Úr arra használt fel, hogy elindítson az ő gondolata által valamit, és hogy végül is itt lehessetek, és mi pedig hálát adhassunk a mai estéért, ami Urunknak, élő Istenünknek. Szabó Gábor mondja, hogy nagy-nagy árfolyam lesz a csendnek közelest, valószínűleg, hogy igazat mondok. Tépett világok, tépett emberek, bódult zűrben kerengenek. Jöjj, drága testvér, add a kezedet, mondjuk ma csendet. Hallgatok. És hallgatni jó, mikor a szitoké a szó. És a rekett humuszok harsonáznak, a gyűlöletnek és a halál. De hát ott a mennyben az életről van szó, a bűnei bocsánatáról szól, és a Jóisten irgalmáról, és az ő halálunkig, és a halálunk túl megtartó kegyelméről, az örökké valóságról. Thank you.
Nagy örömömre szolgál, mikor nem csak a kórus műveket énekelhetem, benne az kórus műveit énekelhetem, hanem benne rejlő vagy meglevő szoprán szólókat is elénekelhetem. Mindegyik kihívás egyen-egyenként, de nagyon csodálatos érzés úgy énekelni, hogy egy hívő zeneszerzőnek a darabját énekelhetem, és egy úrunk van, akiről szól az ének. Nagyon örülünk annak, amikor a testvérek együtt vannak az ökumené jegyében. Hála legyen az Úrnak, itt a gyülekezetek között nagyon jó a felekezet közi kapcsolat. Rendszeresen tartunk alkalmakat, és ennek az apropójából jött ez a meghívás. Van egy nagyon jó barátunk, Hegyi Bandi bácsi, baptista lelkipásztor, akivel együtt szoktunk találkozni, lelkészek, református lelkészek, baptista, evangélikus lelkipásztor, katolikus atyák. Van egy ilyen lelkész találkozónk rendszeresen, és akkor Bandi bácsi felvetette ezt a lehetőséget, hogy nagyon nagy örömmel jönne a baptista énekar, amin természetesen mi rögtön kaptunk, örültünk ennek a lehetőségnek, és így a mai napon gyakorlatilag megvalósult egy álom, amiért nagyon sokat imádkoztunk. Ráadásul kulturális missziót is végez a gyülekezet, meg ugye evangéliumi missziót is egyben, hiszen Mendelssohn műveiről tudjuk, hogy és erre mutató énekek, illetőleg is dicsőítő művek. Természetesen, ami Szászói Református gyülekezetünk egy speciális helyzetben van, hiszen Balatonparti gyülekezetként elmondhatom azt, hogy nyáron azért sokan többen látogatnak bennünket, mint mondjuk a téli vagy az őszi időszakban, és nyilván annak is nagy hagyománya van, hogy ilyenkor rendszeresen kulturális programokkal is próbáljuk gazdagítani az ide látogatóknak a mindennapjait. A gyülekezetünk is több koncertet, programot szervez, gyakran az önkormányzattal együtt, és hát a mai alkalommal különösképpen is örülünk, hogy valóban egy keresztény gyülekezet, egy keresztény közösség fog koncertet adni. Azért a misszióba, ahogy mondtad is, mindig ott van valahol a valóságos misszió, hogy a zenei élvezetek mellett azért az igének az üzenete is felhangozzék. Thank you.
azt veszük alapul, hogy milyen óriási a kínálat ebben, ezekben a rendezvénysorozatokban, és hogy nekünk pedig olyan missziós üzenetet kell, hogy szeretnénk közvetíteni, ami a mi lelkünktől elérkezik a kedves közönség számára. Kihívás például, az is lehet, hogy nem is gondolnak sokan, de például Kapolcson délben, vagy egy órakor az óriási melegben egy katolikus templomban koncertezni, az mindig kihívás szokott lenni. Lehet, hogy ezért nem is jutna eszébe az oda látogatóknak. És hát igen, ahogy mondtad, hogy nyár van, igen, nagyon jól esik a pihenés, és ezt meg kell szakítani, és sokat kell dolgozni, próbálni és gyakorolni azért, hogy most ezen a mai napon, vagy vasárnapon Mendelssohn zenéjével tudjuk mi Isten üzenetét közvetíteni, mert hogy ez a lényeg mindig, mindenhol, akármerre járunk. Nyáron hangversenyezni a Balaton partján egyrészt nagyszerű, másrészt meg nehéz. Gondoljuk bele, hogy ezek a kórustagok is ugyanúgy dolgozó emberek, és pont a szabadság kellős közepébe ütött ez be, de elvállalta az énekkar, nem én egyedül, tehát ezt közösen vállaltuk. Ennek van egy olyan típusú PR értéke, hogy a Balaton parton énekelünk, ugye inkor sok itt a turista, meg van egy olyan lelki értéke, hogy kilépünk a hagyományozott imaház vagy templomfalak közül, és noha templomban énekelünk, de mégis nyitottak vagyunk a világ felé. Én úgy gondolom, hogy egy hívő kórusnak ez egy nagyon fontos szempont kell, hogy legyen. A Művészetek Völgye meg most már azt hiszem negyedjére megyünk oda énekelni. Nagyon érdekes, hogy kerültünk oda, azt se tudom, hogy nem feledkeznek el rólunk, azt se tudom, de mégis minden nyáron a Völgy komoly zene keretén belül meghívják az énekart. És hogyha megnézem, hogy kik működnek még közre a Völgy komoly zene keretén belül, akkor azt mondom, hogy megtiszteltetés a számunkra, hogy ott lehetünk.